annyira örültem, mondja nekem Misi bácsi, hogy hát figyelj, csináljunk egy könyvet. Kétféle fotós van. Az egyiknek van könyve, a másiknak nincs. Most megcsináljuk a könyvedet, te átkerülsz az abból a kategóriába, aki nincs könyve, abból, akinek van. Annyira imádtam. Ezekben az volt a lényeg, hogy egy-egy növényt úgy próbáljak lefényképezni, mintha egy ember lenne, érted? Tehát a jellemeiben, frizimiskájában úgy nézen ki, mintha ha ő lenne valaki. És szívesen felruháznám ilyen jellembeli dolgokkal. Én valamiért sose tekintettem ezt hobbinak. Tehát én sokkal-sokkal komolyabban gondoltam, mint gondolhattam volna, lévén, hogy akkoriban nem volt ilyen iskola, tehát egyszerűen nem volt Magyarországon fotoművészeti főiskola. Például Hollandiában volt egy a képzőn, egy fotószak, az iparon egy fotószak, a Színház és Filmművészeti Főiskolán egy fotószak, meg vagy három vagy négy vidéki egyetemen, Hollandiában. Magyarországon egy sem. Tehát így az volt nekünk, hogy maradt a stúdió, ahol a legeslegjobbak, Kerekes Gábor, maguk a stúdiósok, régi barátaim, Szerencsés János, akiknek a nevét most mondtam, azok nem élnek már sokan, de egymást pátyolgattuk, és egymást segítettük, hogy és nagyon-nagyon sokat számított az, hogy valamelyikük kezébe veszi a fényképemet, és mond róla valamit. Tehát az őrült nagy megtiszteltetés volt nekem. Ez a Dunai Vasmű, és éppen csapolják a vasat. Én véletlenül mentem oda egy ilyen nyári táborban, és hát beengedtek minket. Én nagyon szerettem volna ott megnézni, hogy mi egy ilyen csapolás, és az, hogy elkészült ez a kép, utána jó sokáig azt hittem, hogy ez azért nagyon jó ez a kép, mert itt valaki, ez a bácsi nagyon nehéz munkát végez, és ez látszik a képen. Valójában nem azért jó ez a kép, ez azért jó, mert szépek a fényei, és jól mozdult be a lába. Tehát ez viszi el, de semmiképp nem az, ami miatt én azt gondoltam, hogy az jó ez a kép nekem. 76 érettségiztem, és hát valahogy úgy kell elképzelni, hogy már akkor világos volt, hogy itt nem lesz fényképezés. Amikor érettségiztem, akkor én nyertem az országos középiskolás fotó pályázatnak a díja szekcióját, és hát én ebből úgy gondoltam, hogy én tényleg nagyon jó helyen vagyok, itt, ahol vagyok, tényleg ezt kellene csinálnom, de rajtam kívül nem sokan gondolták itt. Ezeknél a képeknél a közös az, hogy nagyon-nagyon szigorúan komponáltak. Tehát én rá is utaztam, hogy még véletlenül se legyen máshogy. Csak a kompozíciója miatt érdekes, csináltunk Veszprémben egy antológiát. És ebbe az antológiába fejjel lefelé tették bele, mert ahhoz van szokva az ember, hogy ami világos, az van a kép tetején, ami sötét, az az alján. Emiatt fordítva tették be az antológiába, és úgyis nagyon jó kép volt. Én már gimnázium alatt is fotózni kezdtem, és ez tényleg kanyarok folyamatosan voltak, és hát például, amikor
felvételiztem is, egy fotós táborban voltunk Kisvárdán, barátaimmal, Csutkaival, meg Mikitával, meg ezekkel a csábókkal. Tehát én szerettem volna ezt tanulni, zavart is nagyon, hogy nem tanulhattam, de az nagyon egyedül, na Balogh Géza az, aki tényleg jót tett velem, mert egyszer csak hirtelen azt mondja nekem, hogy legjobb lenne szerinte, ha én elmennék tanítani fotót a művészeti szakközépbe. És ez volt az a fantasztikus évfolyam. Miskolc Emesével, Cseh Gabrielával, Szőke Emesével, Szűcsenikővel, és fel se tudom sorolni, de ezek, akiket most felsoroltam, ezek a kortárs magyar fotográfia színei. Nekem az volt a legfontosabb, hogy elcsábítsam ennek az egésznek, és ő már utána már így fejlesztette magát, mert érdekelte, mert vonzódott hozzá, és szerette, és megszerette, és akkor így saját magát képezte tovább. Tehát nem kellett nekem ott vergődni, hogy tanuld meg, mert kapsz egy akkora egyest, hogy kilóg a naplóvájából a lába. Nem is csináltunk ilyeneket, mert mondtam a gyerekeknek, hogy én nem akarok itt terót, tehát ha valaki nem akar dolgozatot írni, az nem ír, kész. Az szóljon, hogy ő most nem ír, majd megírja, nyugodt legyen. Az viszont ennek fejében, hogy azt mindenképpen meg kell csinálni, hogyha volt, mit tudom én, 4 téma egy fél évben, akkor az nem úgy volt, hogy 3-at megírok 5-ösre, 1-et meg sehogy. Mert ez bukás. Mert azt az egyet is meg kell tanulni, azt a kicsit. De ez nem jelentett gondot, mert szeretettel, mindenki odaadással, mindenki érdeklődéssel, mindenkinek oda mertem adni könyvemet. Sokat, sokat jelentett. Engem egyszerűen onnan kirúgtak. Tehát azt mondták, hogy jó, hát nehogy már itt izé, hogy itt én fényképezést tanítsak a vegyipari egyetemi végzettségemmel. Hát inkább menjek a túróba, mentem is, mert másot megvártak, és akkor legközelebb izé volt ilyen hely. A múzeum, ahol tényleg egy fotós kellett, én meg úgy gondoltam, hogy akkor most vagyok én itt, és megpróbáltam. Inkább alkalmazott jellegű volt, de én emlékszem Szerencsés János óta, hogy ő volt az, aki úgy megcsinálta ezeket az alkalmazott fotókat, hogy nekem tátva maradt a szám, mert nem tudtam elképzelni, nem hogy megcsinálni ilyen szinten, nem. Itt például el van kezdve az átlóból. Ez is tanulságos, ez a hátul a kollégium van, elől a járda, ahol megyünk az ebédlőbe. Tehát én ezért nem mentem el Honoluluba, hogy ilyeneket fényképez. Ezek egy jövet menet, egy útba estek nekem is, és megcsináltam ezeket a képeket. Ez is egy felülnézeti kép, de ugyanez, hogy nagyon, nagyon ravaszul kiszámított milliméterre. Én irigyeltem a festőket, hogy ők olyan órákra jártak, ahol például tanultak ilyeneket, hogy kompozíció. Tudták, hogy ezt hogy gondolták például az egyiptomiak, hogy gondolták a görögök. Ez az egyik kedvenc képem ebből a sorozatból. A kiállítást is úgy hívták, meg a képeknek is az volt, látens a csoportot is úgy hívták, ahol együtt csináltuk meg a dolgainkat. Érdekes, és ott, ahol az a faágacska elválik, és amikor már nem tudod, hogy az a része, az hova, melyik részéhez tartozik a képnek, hogy az ott elkanyarodik, vagy mit csinál, akkor látszik, hogy igen, ez egy nagyon furmányosan megszerkesztett kép. Külön kell venni a nyíregyházi fotóklubba a közös kiállításokat,
meg az egyénieket. Na most a fotóklubban, hát kezdve onnan, hogy Ungváron, Munkácson, aztán Erdélyben, nem is tudom, Nagyváradon, Marosvásárhelyen, a Tudomány és Kultúra palotájában állítottunk ki, ami szerintem a világ egyik, nem, a világ legszebb szecessziós épülete. Ez csoportos volt. Vilniusban, Saulajban van a fotográfiai múzeum. Magyarországon sem Budapesten volt sokáig, hanem Kecskeméten volt a fotográfiai múzeum. Ez nagyon jó hely volt Turkuban, Helsinkiben. Nagyon jó volt, tehát eleve úgy mentünk ki, hogy én vágytam rá, hogy amikor nyáron világos van, ilyen éjszakák legyenek, olyankor menjünk, és ez így is lett, és hát én kézből éjszaka fényképeztem. Ő a feleségem. Igen, ez egy nagyon fontos, ezt a Nászutunkon csináltam, és az a neve, hogy családi kép, és attól családi, mert így lettünk egy család hárman, mert a fényképezőgépemet lehet látni a képen, a feleségemet, meg engem. És igen, ez a palotaszálló lilafüredem. Nincsenek témány. Tehát ez, tényleg nem számít, hogy miről szól egy kép. Nem érdekes, hogy mi van a képen. Nagyon érdekes az én viszonyom a képhez, nagyon érdekes, hogy mit gondolok erről az egész fényképcsinálásról, de ezt halál komolyan mondom, elég hülyén hangzik, de nem számít, hogy mi van a képen. Csak az, hogy hogyan került rá. Ez például ezt a házat elbontottak. És akkor én lefényképeztem a helyét. Ugyanúgy csináltam a fehérről, mint a feketéről képeket. Egyrészt nagyon érdekes volt, másrészt pedig nagyon gyakori volt, főleg a 80-as évek vége felé, hogy nem egy kép szerepelt a képen, hanem kettő, vagy három, vagy itt mondjuk négy, és akkor ezek a képek valahogyan átjárhatóak. Tehát, hogy elindul valahonnan izgalmasan, körbejár, bevilágít, igen, és akkor így összekerül valahogy ez a négy kép, és így izgalmas lesz. Egy fotóban azért minden lineáris, vagy legalábbis majdnem minden egyenes. Itt meg még véletlenül sem, mert ezekben ilyen nem optikai felületek vannak, tehát így hullámzik. Olyan egyenesek vannak benne, amik görbék, illetve hát valahova mennek, és ezért így furcsa látványt adnak. Az összes ilyen fekete kép, az gyakorlatilag egy tányérról visszaverődött tükörkép. Egyébként ki tudom venni a konyhában a szekrényből, megvan még a feleségem vágyott rá, és tudod, mikor beleszeded a levest egy fekete tányérba, abban tükröződik a fény. Látsz benne egy képet, ott teszed a levest a képen, és először azt hittem, hogy ezt nem is lehet megcsinálni fényképezőgéppel, de aztán rájöttem, hogy meg lehet. Amikor készültek ezek a képek, én mindig úgy gondoltam, hogy ezek fontosak, és nekem is fontosak, és nagyon bíztam benne, hogy másnak is például, aki betéved egy kiállító terembe is megnézi, az azzal az érzéssel jön ki, hogy igen, itt most látott valamit, amit már régóta keres, vagy régóta szívesen megnézne. Igen.